szálon múlt az élete. És még sorolhatnánk az ügyeket, hiszen sajnos napjainkban egyre többször tartanak rettegésben falvakat, kerületrészeket, iskolákat, olyan bűnöző bandák, amelyekben jelentős számban találhatóak 14. életévüket be nem töltött, és ezáltal a cselekményükért büntetési jogi értelemben felelősségre nem vonható személyek. Egyre több rablást, lopást és az utóbbi időben már életellenes bűncselekményeket is követnek el 14. életévüket be nem töltött elkövetők. Gyakran ezeket a bandákat a háttérből felnőttek irányítják, kihasználva azt, hogy a 12-13 éves korosztály már elég érett ahhoz, hogy elkövesse ezeket a bűncselekményeket, de még nem büntethetőek. A bűncselekmények elkövetőinek egyre fiatalabb életkora arra mutat, hogy sajnos egyes élet és személyellenes bűncselekményfajtákat is egyre gyakrabban követnek el a 14. életévüket be nem töltött személyek. A gyermekekből álló bűnözőbandák által különösen a vidéken élő idős, magatehetetlen emberek sérelmére kegyetlen módon elkövetett bűncselekményeknek mielőbb gátat kell szabni. Önök az Alkotmányügyi Bizottság ülésén leszavazták ezt a javaslatot, a Fideszes, KDNP-s, MSZP-s, LMP-s nagykoalíció nem támogatta ennek a törvénynek a társsorozatba vételét, csak a három jobbikos szavazott igennel. Vajon milyen kritériumnak nem felelhetett meg a Jobbik törvényjavaslata, hogy önök nem támogatták? Vizsgáljuk meg ezt. Önök sokszor hangoztatják, hogy a magyar törvényeknek alkalmazódniuk kellene az európai joggyakorlathoz. Nézzük meg, mi a helyzet a büntethetőségi korhatár kérdésében Európában, csak néhány példa. Számos európai országban a 10-12 éves korhatár az általános, például Norvégiában és Svájcban már a 10 éves elkövető ellen is megindítható a büntető eljárás. Tehát az európai gyakorlat nem lehet indok arra, hogy ne támogassák a javaslatot. Aztán önök sokszor hivatkoznak a társadalmi igényre, nevezetesen, hogy olyan törvényeket kell alkotnunk, amely mögött széles társadalmi támogatottság húzódik. Higgyék el, ez a javaslat széles társadalmi támogatottságot élvez, hiszen szülők tízezrei rettegnek naponta, hogy kirabolják-e a gyermeküket az utcán, elveszik-e tőlük az értékeiket, bűnöző fiatalok. Vidéken szintén idősek tízezrei rettegnek naponta, hogy mikor lopják el mindenüket, vagy verik össze őket csak úgy keftelésből bandákba verődött, kontroll nélküli fiatalok. Olyannyira vált széles társadalmi problémává ez az ügy, hogy az Országos Választási Bizottság döntései érdemében országos népszavazás kiírása céljából jelenleg is zajlik aláírásgyűjtés a büntethetőségi korhatár 12 évre életévre történő leszállítása érdekében. Tehát a széles társadalmi támogatottság hiánya sem lehet indok arra, hogy ne támogassák a javaslatot, sőt, ebben a nehéz gazdasági helyzetben még több milliárd forintot is megspórolhatnánk, ha nem kellene ebben az ügyben népszavazást tartani. Még egy megjegyzés, engedjék meg, hogy idézek az önök lakánymédiájához tartozó magyar hírlapból, Bayer Zsolt cikkéből. Az idézet. A Nárudvaron félholtra vett öregasszony beszámol arról, hogy a két patkány végig röhögött, miközben verte őt, miközben kérlelte őket, hogy ne bántsák. Ezen a ponton azért mégiscsak muszáj feltenni a kérdést, hogy ez a két 13 éves egyed egyáltalán nevezhető embernek. Nem, ezek nem emberek. Ezek valami olyan minőséget képviselnek a társadalomban, amely ellen a társadalomnak muszáj védekeznie. Ez a két 13 éves fehérjehalmaz amúgy nem büntethető. És ebből a szikár tényből még számtalan kérdés következik. Mindenek előtt az, hogy akkor mi a teendő? Várni, amíg büntethetőek lesznek? És addig még hány öreget, gyereket fognak brutálisan összeverni, vagy ne adj Isten megölni, és vajon kinek lesz ez a felelőssége? Eddig az idézet Bayer Zsolttól. A javaslat nagyon egyszerű, a jelenlegi 14 éves életkort leszállítani 12 életévre, mivel a gyermekekben ennyi idősen már kialakul az az erkölcsi érzék, amely alapján tudatában van magatartása a helytelen voltának. Ez a magyar közoktatás rendszerében az 5.-6. osztálynak a felső tagozatos létkezdetének felel meg. Kérem önöket, mérlegeljék az európai példákat, vegyék figyelembe, hogy igen szavazatukkal önök az áldozatok, a normálisan élő többségi társadalom oldalára állnak a bűnözőkkel szemben. Döntsenek felelősségteljesen, hiszen ha nem gombot nyomják meg, akkor egyértelműen a bűnözők mellett teszik le a voksukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr.
Tisztelt képviselőtársaim, most képviselőcsoportonként egy képviselő, valamint az elsőként felszólalásra jelentkező független képviselő 2 perces időtartalomban felszólalhat. Megkérdezem, kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel? Igen. Elsőnek Szabó Tíme a képviselő.